Pályázatok, támogató beszélgetések és esti mese olvasás kicsiknek. Csak néhány azok közül az online programok közül, melyeket az Abanovák Agóra Kulturális Központ munkatársai szerveztek az elmúlt napokban. Nem szeretnék cserben hagyni a nagy közönséget, ezért döntöttek úgy, hogy folytatják a munkát, hangsúlyozta Molnár Lajos Milán, a Művelődési Központ ügyvezető igazgatója. Például a Kötivizigyel közösen a Vízvilágnapjára meghirdetett rajzpályázatot online módon mutatjuk be. Pintér Zsuzsa kolléganőnk segítő beszélgetésre várja az ebben a helyzetben, esetleg nehezebb helyzetben lévő embertársainkat. Elkezdtük az online esti mese szolgáltatást, ami a legnagyobb közösségi médiában elérhető. Elkezdtük a helyi termék vására házhoz szállításának szervezését. Molnár Lajos Milán elmondta, hogy nem csak segíteni szeretnék az embereket, hanem motiválni is. Így például kihirdették az Otthon maradtunk című fotópályázatot, melyre szolnoki középiskolás diákok fényképeit várják. Így most, hogy nem lehet kimozdulni otthonról, milyen módon, formában látják például a saját ablakukból, saját kertjükből a fiatalok ezt a vírus által sújtotta nehezebb időszakot, és kíváncsiak lennénk, hogy a saját szemszögükből hogyan örökítik ezt meg. A fotókat háromtagú szakmai zsűri értékeli majd. Később az Abanovák Agóra Facebook és Instagram közönség szavazásán az első helyezett egy okos órát nyer. A fotók beküldési határideje 2020. június 12-e péntek.